A női röplabda bajnokok ligája második selejtezőkörében a cseh rivális 5-3-as játszmarránnyal búcsúztatta a Békés Csabát, amely januártól a CEF kupában folytatja nemzetközi szereplését. A tavaly veretlenül bajnok gárda szabadkai vezetőedzőjét, Sasa Nedeljkovicsot kapcsoljuk most, ő van velünk. Szervusz, Sasa, jó reggelt kívánok! Szervusz és jó reggelt! Na most, ahogy a képeken is láttuk, amikor a Prostejov ütőjének labdája túlszállt a vonalon, akkor hatalmas öröm tört ki a játékosait között, de rajtad is ez látszott. Siker volt ez a 3-2-es győzelem, abszolút? Hát ilyen, igen, meccs után egészen, vagyis még meccs közben, de először még egyet lépek elő vissza, hogy mi a második meccs előtt megbeszéltük, hogy mindent megteszünk, abban a szempontból, hogy próbálunk maximális játékkal hozni a legjobb eredményt. Meccs előtt nem erről agyaltunk, hogy tovább jutunk-e, nem, szóval az én csapatom nem, így, nem működik így mentálisan, ez nem a mi mentális felkészülésünk. Nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan, már a meccs elején helyre tegyünk a játékunkat, és elkezdjünk viselkedni még a meccs elején olyan szinten, megfelelő szinten, hogy tudjuk irányítani a meccset jó játékunkkal. Úgyhogy igazán most, hogyha aláhúzom így egy óriási meccs után, ahogy vége lett mindjárt, de ez látszott, hogy a játékosokon, a klubvezetőkön, a szurkolók is óriási örömmel kikísérték ezt a sikert, és ezt a győzelmet. Igen, én is egy picit úgy megkönnyebbültem, mert őszintén első meccs után valahogy nagyon-nagyon óriási hiányom volt meccs után, ezt lehetett látni játékosokon is. Mi nagyon komolyan egy hosszú beszélgetésünk volt az első meccs után, úgyhogy gondolom, hogy mindenki fölfogta, hogy igenis, szóval egy óriási-óriási lehetőség kicsúszott a kezünkből, de ezt még akkor is megtárgyaltuk, hogy nagyon, és megbeszéltük, hogy nagyon fontos, hogy a második meccset mindent megtegyünk, ezt a mámi átlagos 101%-okat próbáljuk produkálni, és legyőzni ezt a Prostejov csapatát. Na most, Sasa, hogy árazzuk be ilyen szempontból is, európai szinten hova helyezed, milyen erős csapat ez a Prostejov, és akkor így egy kicsit a saját csapatot, a Békés Csabát is megpróbáljuk elhelyezni a térképen jelen pillanatban. Először ekkor mondjam, hogy több dolog befolyásolta az első meccset. Persze ez most nem akarunk most színezni háttérben, mi történt, hogy történt. A keddi meccs előtt, szóval pénteken kit voltam Prostejovban, mert Prostejov egy hazai bajnoksági meccset játszott Ostrava ellen, és igenis nagyon komolyan belenéztem a játékukba, és olyan érzésem is volt, és is tudtam, hogy tudjuk túllépni ezt az egészet, vagyis megvan a lehetőségünk, nagyon közel vagyunk erre, ez a szinthöz. Sajnos ezt nem tudtuk valósítani. Hogyha első meccs után belenéztem a statisztikába, és többször megnéztem a meccset, mert megvan a szokásom, hogy meccs után mindjárt még egyszer megnézem otthon a meccset, és jó, belenézek, hogy hol voltak mit csináltunk jó, betartottuk-e teljesen a taktikát, hogy viselkedtünk taktikában, mentálisan, milyen volt a fizikum, milyen volt a figyelmünk meccs közben, és őszintén lehetett látni, hogy az első meccs 3-4 labdán múlott. Úgyhogy most ezt így könnyen kimondani, hogy 3-4 labdán múlott, de ezt el kell mondani, hogy én mint edző, ezt nagyon jól tudom, hogy ez a 3-4 labda, ez egy pár éves munka, és őszintén ez a BL tapasztalat hiányunk volt, ezt lehetett látni. Első meccsen is, igenis vártuk, hogy meg lehet egy picit visszavegye a Prostejov a játékukat, de ez nem történt egyik pillanatban se. Szóval mi nekünk kellett itt is egészen pontosabb játéka kezelni ezt a meccset. Úgyhogy gondolom, hogy ezt, amit nyújtottunk ebbe visszavágóan, amit sikerült játszani, ezt a magas szintű röplabdát, ez volt a hiány az első meccsben is, de gondolom, hogy
Még volt a lehetőség a második meccsben is, mikor az első játszmában 4 játszmalabdánk volt. Még én mondom, ez a rutin, ez a tapasztalat, ez a több éves európai szintű meccsek, ez gondolom, hogy eldöntötte a prostokhoz tovább jutását. Világos, tehát ezt én is láttam, hogy a több szedben csak apróságokon múlt, hogy melyik csapat kerekedik felül, egyértelműen a rutin hiány volt az oka. Na most, amikor ti elmentetek, ugye Molcsányi Rita azt mondta a mérkőzés után, hogy győzni ment a csapat Csehországba. Mire alapozta ezt a kijelentést? Ezek szerint akkor alaposan kielemezted, már a meccs után meg szoktad nézni a meccset, tehát neked két meccs tulajdonképpen az egy meccs, hogyha azt vesszük, hiszen utána akkor megnézed még egyszer mindig. Szóval bíztál-e abban, hogy ki lehet harcolni a továbbjutást idegenben? Meg akkor mondjam, hogy itt az egész mentális felkészülés, mentális alapok és a mentális kapacitásunkat én még múlt évben elkezdtem építeni ezzel a csapattal, a csapatommal, úgyhogy én nagyon jól ismerem a játékosom, és tudom, hogy kit kezelek és mit kezelek. Úgyhogy a csapatomban benne van ez a druk, ez a edzőszlengel mondva a drill, nem csak edzői drill, mint fizikumban, mint játékban, mint taktikában, hanem mentális drill is. És én nagyon jól tudom, hogy tudunk viselkedni azok a csapatokkal, akik egyszintűen röplabdáznak, mint mi. Úgyhogy a Prostekov teljesen ezen a szinten röplabdázott. Persze, én tudom, hogy ezt egy picit nagyon óvatosan kell, hogy fogalmazzam most az egészet, hogy ezek a játékosok óriási-óriási munkával rendelkeznek a háttérbe, és ezzel a mentális felkészüléssel, amit én próbálom végigvinni az edzésen az egész munkánkat, ez produkálja, ez indokolja, hogy a játékosok hisznek a munkánkba, hisznek egymásba, hisznek a taktikánkba, és persze ezt a viselkedést mi és az önbizalmunkat mindegyik edzésen, mindennapi edzéseken építjük. Úgyhogy ezt észre lehet venni, hogy itt nem adjuk fel, és nagyon jól tudjuk, hogy az, ami óriási, ami meg lett a legfontosabb és sportolónak egy csapatnak, hogy a csapat meg a játékosok nagyon jól tudják, hogy melyik percben, melyik pont, melyik meccs részében hogy kell viselkedni, nem szabad feladni, mikor kell még jobban odafigyelni, mikor kell ebből a komfortzónából nagyon-nagyon korán még a meccs elején ki kell lépni, és igenis teljesíteni komfortzóna kívül a mérsportolónak a fő célja, de a legnehezebb is. Azt mondd meg, mert ezt már többször említetted, hogy számodra a te edzői felfogásodban, hitvallásodban a mentális felkészítésnek, a dolog mentális részének, a lelki ráhangulásnak, és az, hogy persze ezen a meccsen hogy viselkedik fejben és a szívével a sportoló, ennek mekkora a jelentősége, ha jól érzékelem, sokkal nagyobb, mint esetleg más kollégáidnál. Hát igen, nekem ez egy 20. évem röplabdával, mint edzőnek, úgyhogy igenis óriási tapasztalattal rendelkezek. Nekem nagyon fontos, hogy én is így 19 év után nagyon fontos nekem is a mindennapi fejlődés. Úgyhogy sokat tanulok, sokat próbálok fejlődni, és nagyon-nagyon tudom, vagyis már régóta ezt érzem, hogy és persze ez valóság, hogy a mai sportolónak a legfontosabb ez a mentális felkészülés. Nagyon fontos, hogy ezt főfogja, hogy ezt nyugodtan kibírom mondani, szóval a sport sikere a 90% a mentális felkészülés, a többi a 10%. Hogyha a sportolókkal, vagyis én mind edző, sikerül elhitetni a játékosoknak, hogy nincs lehetetlen, hogy mindent meg lehet csinálni. Persze ez most így egy csak proforma ez az egész, amit most mondok, itt óriási mentális dolgok vannak mindegyik edzés közben.
el kell mondjam, hogy az én edzői filozófiám az, hogy nagyon fontos, hogy az én csapatom edzés közben háromszor nehezebben edzen és túléli az egészet, mint ami vár rá. Utolsó kérdésem már csak annyi. Azért most is Szabadkán vagy, ott beszélgetünk, térsz vissza majd Békés Csabára, a te életed egy ilyen ingázás, nem olyan óriási távolság ez. Mennyire érzed jól magad most ennél a csabai csapatnál? Jönnek a további feladatok, ahogy ezt említettük, majd a CEF Kupa, MEVZA, bajnokság. Szóval, hogy hosszú távon tervezed ezt az ingázást? Igen, ez egy mindennapi kérdés, sok ember kérdez ezen pontosan ezzel a kérdéssel. Nem nehéz, de a háttér ez egy óriási, szóval a családom egy mellettem van, mögöttem van, mindig itt vannak, nagyon sokat segítenek, ezt én magam nem tudnám magam végigvinni az egészet. Nekem abban a szempontból könnyebbített a munkám, mert tudom, hogy a családom itt van mögöttem, és minden megtesznek, hogy támogassanak a gyerekeim is, meg a feleségem is. Úgyhogy igen, a további célok nem könnyűek egyáltalán. Mi ezt nagyon, nagyon jól tudjuk. Már decemberben vár ránk egy komoly MEVZA torna. Magyar bajnokságba jönnek az a 3-4 nagyon-nagyon kemény meccs. Január még keményebb lesz, még egy MEVZA tornával. Jön a CEV Kupa meccsek, várjuk ott a Wiesbiburg, német Wiesbiburg, meg Szerbia Dinsztvo győztesét. De őszintén elmondva, nagyon biztonság a háttérem, szóval a klub nagyon-nagyon profi szinten működik, a menedzsmentje nagyon-nagyon profi, nagyon magas szintű, és hogyha ebből a szempontból nekem könnyebbített a munkám, és nekem csak az a dolgom, hogy minden nap nagyon-nagyon komolyan fölkészüljek, mindegyik edzésre, mindegyik játékosra külön-külön kihúzom a maximumot, próbálom tovább is fejleszteni a játékosokat, a csapatot, a játékunkat, úgyhogy ez így működik profi szinten, az élet, profi élet ez ilyen, úgyhogy nekem ez nem nehéz, sőt én ezt nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretem a röplabdát, és élvezem, és gondolom, hogy ezt észre lehet venni a meccs közben is, a játékosok itt tudják, ezt próbálom átvinni, megtanítani a játékosokat is, úgyhogy gondolom, hogy jó hullámon úszkálunk, nyergelünk, úgyhogy ez egy óriási-óriási merítés volt nekünk, és óriási tapasztalat nekem is, a játékosoknak, csapatnak is, klubnak is, városnak is, magyar röplabdának, úgyhogy tudom, hogy még az idén fogunk nagyon-nagyon előre lépni. Jövőre még biztosan sokkal-sokkal nagyobb lépésekkel megyünk előre. Hát így legyen, sok sikert ehhez, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm szépen!